Az idén 20 éves egyesület nem csak a Vályi Péter szakképző sportcsarnokában, hanem különböző helyszínekre szervezett izgalmas, sportos tevékenységekkel tette színesebbé a hetet a gyerekeknek, akik nagyon élvezték a nekik szervezett lehetőségeket és a sok sportot. Remek, nagyon-nagyon-nagyon szeretem a kosárlabdát, és az edzők is nagyon kedvesek. Leginkább edzettünk, de volt, amikor elmentünk fagyizni, a strandra, és még a Balatonra is elmentünk. A tábornak a legtöbben már évek óta visszajáró lakói. Nekem tetszik. Második éve járok ide a táborba, meg edzésekre is. A színes programkavalkádban szerepelt strandolás a Tamási fürdőben, balatoni hajózás, röplabdázás is. De az edzésekre is nagy hangsúlyt fektettek emellett. 13. alkalommal rendezte meg a Tamási Kosárlabdasport Egyesület ezt a nyári tábort, itt a Vályi Péter szakképzőnek a sportcsarnokában. Ugye 20 éves az egyesületünk, idén ezt is ünnepeljük. Egész héten zajlottak a különböző programok, itt nem csak arra kell gondolni, hogy kosárlabdáztunk, de természetesen ez adta a gerincét ennek a hétnek, de különböző egyéb sporthoz, szabadidőhöz kapcsolódó programokkal is próbáltuk a gyerekeknek emlékezetessé tenni ezt a hetet. A kicsik nagyon élvezték a nekik összeállított programokat. Elég színes programot sikerült összeállítani. Voltunk a Tamási strandon, elmentünk a Balatonra is, ott részt vettünk egy ilyen kalózhajós kiránduláson, ez főleg a kisebbeknek nagyon elnyerte a tetszését. Ugye elég széles spektrumban voltak a gyerekek, 4 évestől egészen a 16 éves nagy korosztályig bezárólag. Amiben az izgalmas, hogy volt olyan gyerek, aki tulajdonképpen ebből a 13 táborból legalább 10 már részt vett. Úgyhogy volt olyan, aki úgymond már hazajárt ide. Általában úgy csináltuk, hogy napi 2 vagy 3 edzéssel készültünk, attól függően, hogy az egyéb programból mennyi volt. A kirándulásos napokon is természetesen sportoltunk, tehát a Balatonon is egy olyan helyen voltunk, ahol volt kosárlabda falánk, röplabda háló, tehát ott is természetesen a sport az főszerepet játszott a gyerekeknek az életében. A városban nagyon komolyan veszik a fiatalok képzését, így rengeteg lehetőség van számukra, hogy a választott területen akár profi szintet érjenek el, mind egyéni, mind csapatsportok terén. Próbáljuk egy kicsit a városi sportot, sportra messzebbről rátekinteni, és ugye kicsit a kosárlabdásokat megnézni közelebbről. Büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen kis városban, mint Tamási, egy 8000 fős városban 12 sportág közül választhatnak a gyerekek, a fiatalok, és több mint 10 egyesület, illetve szakosztály működik a városban. Tehát mindenkinek van választási lehetősége, ezek között vannak technikai sportok, egyéni sportok, és vannak csapatsportok is. Büszkék vagyunk ezek közül a kosarasokra, akik minden évben hagyományosan nyári tábort szerveznek a fiatalok részére. Ez a 13. nyári tábor, és idén 20 éves a Tamási Kosárlabda Egyesület, a dámok vagy a kisebbek a dámocskák. Tamásiban tehát minden adott azoknak a fiataloknak, akik szeretnének akár egyéni, akár csapatsportokban sikereket elérni.